Katonai Zsolt művészeti stratégiája már hosszabb ideje a kisajátítás, az idézet és az újrahasznosítás fogalomkörén belül mozog. Lényegében doktori disszertációjának a vezérmotívuma is ezekre a tipikusan posztmodern terminusokra épül, melyeket saját alkotásaink keresztül tesz gyakorlati próbaterepé, hiszen ha a művészet mágikus mi voltából indulunk ki, akkor elmondhatjuk azt is, hogy a művészet szakrális tulajdonságokkal eleve fel van vértezve, vagyis a szentséges legtisztább ideáját. Ezt az ideát keresi mások munkáiban is, rájuk hivatkozik, őket idézi, belőlük merít és belük húz párhuzamot a munkáiba. Egyik ilyen alapmunkája az itt látható Chris Burden replika, az 1974-ben készült Transfigurative Performance újraértelmezése, melynek során az amerikai művész egy Volkswagen gépkocsi hátuljára kötözte magát kereszt alakban. Koroknai a saját életéből keres társítató alakgondolatot, melyet úgy szintén a gépjármű motivumában talál meg, emlékeztetve, hogy 1988-ban hozzáfogott egy Volkswagen gépkocsiból átalakított, műtárgyként funkcionáló cabrio kidolgozásához, melynek építését vezetésként transzcendens élményként fogta fel. Ezt a mozzanatot jelképesen úgy köti össze Burden nevezetes akciójával, hogy maga is odakötteti a kezét a gépjárműhöz. Akik ismerik Koroknait, tudják jól, hogy a gépjármű életének elválaszthatatlan része, sokszor pedig lakótere is, de mindenképpen visszavezet bennünket a művész gyerekkorába, amikor anyja díszítésként rózsákat festett a kisablakos Volkswagenra. A rózsa később több ízben is markánsan megjelenik Koroknai munkáiban, aki a kézzel festett rózsákat kisgyerekként a csomagtartóból nézegette, és melyek idővel egyenes ágon vezették a szakrális világ jelképrendszere felé. Valószínűleg nem véletlen, hogy erre a kiállításra most kerül sor, Münkösd előtt néhány nappal az úgynevezett terminus kiterjesztéseként. A rózsák sem várták meg az ünnepet, már igencsak pompáznak a kertekben, mint egy felvezetve és körbeszegélyezve a szent eseményt. A rózsa tova tűnő illata legalább annyira kábító, mint motorra ülni és körbe-körbe szágoldozni vele az elfolyó Dunaparton, egészen az eszméletlenség. Olyan, mint egy dervis tánc, amelyben az önostorozás nem annyira fizikai, hanem inkább mentális szépen.